Sziasztok, kedves barátaim! Újra néhány kérdésre fogok válaszolni. Az egyik kérdés, ami már rég volt feltéve, hogy meséljek egy kicsit az áriákról, akik az áriák. Ugye most vannak a félreértések az áriával kapcsolatban, mivel ugye volt Hitler, aki áriának gondolta magát, és gondolta, hogy ő kiválasztott nép, akkor mindenki érinthetetlen, és szolga a rabszolgája kell, hogy legyen, de ez nem pont így van. Védikus írások magyaráznak, hogy az ária ez az, aki ismeri az életnek az értelmét, aki tudja, mi az életnek a valódi célja. És ezek nemes emberek. Az ária az, aki nemes tulajdonságokkal rendelkezik, nem a valamilyen nemes születése, nem a születés határozza meg, hanem az áriát határozza meg az ő értékei és az tulajdonságai, amelyekkel ő rendelkezik. Ez az ária. Ugye Indiában utolsó 200-300 évben és el volt rontva, amikor kasztrendszert kitalálták, és azt mondták, hogy ha te születtél egy alacsonyabb rendű családba, akkor te nem lehetsz úriember, nem lehetsz ária, és így tovább. Nem működik. Hanem hogyha te rendelkezel nemes tulajdonságokkal, akár kinek születél, akár hol születél, akár Európában, tehát te lehetsz ária. Hát ha ismersz, mi az élet értelme, akkor lehetsz ária, miért nem? Ugye erről beszél a Bhagavad Gita-ba Krishna Arjunának, hogy azt mondta neki, te nem vagy egy ária, mert te nem ismered az élet értelmét. Ugye egyik tanításban ezt neki említette. Anária gyusta aszvargam, anária. Ahogy te cselekszel, ez nem áriának méltó. Következő kérdés, arról volt szó, hogy amikor valaki születik egy női testben, akkor ő sose volt férfi testben ez a lélek, és sose lehet már férfi testben, mindig csak női testben születik, viszont állat testben születhet, és ugye a kérdésben ott hangzott, hogy ez nem értem, hogy ez hogy lehet. Ez úgy lehet, hogy ha lélek született egyszer női testben, akkor tud születni másodjára, akar vagy hányszor, vagy bármikor férfi testbe, mert a testünket meghatározza a cselekvésünk. Szóval az nagyon fontos próbálni megértenünk, hogy a test, ez a cselekvésnek az eredménye, ez egy törvény dolog, hogy miért én születek mondjuk egy állati testben, azért, mert úgy cselekedem, mint egy állat, és akkor állati testet kapok. Miért születek egy női testbe? Mert nőként cselekedek, és nekem női érzelmi vágyok vannak, hangulatra van szükség. Szeretnék átélni a nőként tapasztalatokat, szerezni élményeket. Ezért fogok kapni női testet. Hogyha szeretnék átélni férfi élményeket, férfias, akkor férfi testbe fogok születni. Szóval ez oda-vissza működik. Következő kérdés arról szól, hogy a jógik miért betegszenek meg, és miért belehalnak a betegségbe. Többféle jógi van, többféle testtípusok vannak, és többféle jóga gyakorlat van. Ugye vannak olyan jógik, akik nem csak nem betegszenek meg, hanem mindenki, aki megérinti a lábukat, majd megkapja az áldásokat, minden betegségtől azonnal megszabadul. Mert a betegség ez karma, és akkor a jógi, aki nagyon erős, nagyon sok saktia van, energiája, tejas, akkor ilyen jógi tudja gyógyítani másokat. Aztán vannak olyan jógik, akik vállalnak másoknak a szenvedéseket, másoknak a karmájukat és betegségeket, és ezért önkéntesen meg fognak betegedni, és akár meghalnak. Így is lehet, szóval többféle lehet, mert
Azok a jogik, akik inkább próbálnak másokkal is törődni, adni lehetőségeket másoknak fejlődni, azok inkább fognak vállalni szenvedést másokért, hogy azok az emberek tudjanak fejlődni. Mert általában a szenvedések, vagy a karma, ami van az embernek, az akadályozhat a lelki fejlődést. És ilyenkor szent ember felvállalja egy karmának egy részét ahhoz, hogy az a lélek tudjon fejlődni, mint a Jézus Krisztus például. Ugyanúgy nálunk is a lelki tanítómester, amikor adja avatást a tanítványnak, akkor ő vállalja a karmának egy részét. Beteg szokott lenni lelki tanítómester, és gyakran lelki tanítómester nem saját maga miatt beteg, mert neki nincs karmája, mert ő felszabadott lélek, de hogyha a tanítványnak van karma, vagy tanítvány hibázik, és csinál valami bűnös tettet, nem pont direktbe, hanem valami hiba miatt, valami gyengesége volt, és elkövette, akkor ahhoz, hogy tudjon utána újra felállni, és követni az utat, ahhoz azt a karmát inkább viszi a guru, és akkor ő lehet, hogy akkor beteg is lehet nagyon, akár. Ugye, mint volt Srila Prabhupád, amikor itt predikált, és adta azt a csodálatos tudást mindenkinek, akkor ő is beteg volt sokszor. De nem a saját maga miatt, mert neki nem is volt karmája. Mint a Jézusnak nem volt karmája. Miért? Hát mert neki nem volt előző élete itt a Földön, ő jött lelki világból. Ugyanúgy Jézus Krisztus és ugyanúgy Srila Prabhupád. Szóval ezért jogik tudnak betegek lenni, ez az ők kegyesség felénk. Ezért jobb, hogyha mi szépen, hogyha van kapcsolatunk egy jogival, egy lelki tanítómesterrel, akkor nekünk is van egy kis felelősség, vigyázunk, hogy jó cselekedjünk, hogy ne vigyen el a mi karmánkat. Következő kérdés arról szól, hogyha ebben az életben én megtanulok énekelni minden csinyát, binyát, akkor következő életben is fogok tudni énekelni, hogy ez viszem magammal ezeket a megtanult dolgokat. Általában válasz az, hogy viszünk, semmi sincs elfelejtve. Mennyire fogunk használni a következő életbe, azon múlik megint mi a karmánk, de semmi nincsen elfelejtve, és valamikor bizonyos törvények, okok miatt tudjunk emlékezni, és ezért lesz jó tehetség. Például miért egy kisfiú, aki 3-4 éves, ugye nézitek ott a Facebookon, YouTube-on, pár éves, és olyan zseniálisan tud zongorázni, ez nem jelent, hogy ő fél év alatt megtanulta, hanem ő csak visszaemlékeztet, elkezdte egy kicsit gyakorolni, és bejött az emléke. Így mi viszünk minden magunkkal, de bizonyos törvények alapján kapunk rá engedélyt használatra, vagy nem kapunk, az egy adott dolog lesz, de sokszor például mi megtanultunk valameddig énekelni ebbe életbe, akkor következő életbe, és hogyha volt nagy vágyunk, hogy akartunk lenni egy nagy énekes, akkor következő életben lesz lehetőség folytatni. Az azt jelenti, hogy gyorsan elérünk azt a szint, ahol abba hagytunk, és fejlődjünk tovább. Ugyanúgy működik az a lelki gyakorlatokban, a lelki életben, hogyha én gyakoroltam ugye lelki életet előző életben, akkor következő, és nem fejeztem be, nem értem el tökéletességet, következő életben már gyerekkortól fogok keresni azt az utat, és utána, amikor megtalálom, akkor újra gyakorolok, és nagyon gyorsan tudok felemelkedni ugyanarra a szintre, ahol abba hagytam az előző életben, és onnan folytatok. Így, szóval a csittába, a tudatunkba mi viszünk mindent, amit valamikor csináltunk, semmi sincs elfelejtve, csak valamikor, hogyha nem érdemeljük meg, akkor az el van tőlünk zárva, nem tudjunk hozzáférni. Hogyha megérdemeljük, akkor megkapunk. De valamikor nem számít, mert hogyha nyámbor tetteket végzek ebbe az életbe, akkor a következő életben tudok ügyes lenni mindenbe. Énekbe, szép lehet a testem, egészséges lehet a testem, gazdag lehetek, szépen tudok énekelni, szépen beszélni, úriemberes tudatosságokkal rendelkezni. Szóval ez jobban befolyásolja, nem a mit gyakorolok én ebbe az életbe, hogy most mennyire akarok énekelni, vagy mennyire akarok táncolni, hanem azt befolyásolja inkább, hogy én ebbe az életbe mennyire nemes tudatosságokat és tiszta tudatot gyakorolok. Mert akkor ez eredményezni fog mindent.
Hogyha valaki lelkileg fejlődik, akkor minden szinten fog kapni lehetőségeket vagy eredményeket. Nem lesz probléma se pénzügyileg, akkor ő nagyon szép ember lesz, lelki emberek szépek, akkor ő nagyon művészetes lesz, akkor az énekbe, akár a hangszereken, a beszédbe, a nagyon jó társ lesz, és így tovább, és így tovább. Mára ennyi voltak a válaszok ezekre a kérdésekre, akkor kérek, iratkozzatok fel a csatornára, tegyétek a lájkokat, és köszönöm szépen a lájkokat. Hare Krishna!